Én büszke vagyok rá, megmondom őszintén. Félelmetes ambícióval próbált ő helytállni, és saját magának, a magyar kosárlabdának megmutatni, hogy innét is be lehet jutni egy más világba, ahol csúcs, ennek a sportágnak a csúcsa. Büszke szülők vallomásai, és a gyermek Dávid Kornél az egyetlen magyar kosárlabdázó, akinek sikerült kijutnia az NBA-be, épp akkor, amikor Michael Jordan a csúcson volt. Most önéletrajzi könyvében mesél élete legszebb időszakáról, a sikerhez vezető útról és kudarcokról, nehézségekről egyaránt. Remélem motiváció lesz nagyon sok fiatalnak, hogy igenis el lehet jutni kosárlabdában is, de remélhetőleg nem csak kosárlabdázók fogják olvasni, hanem akik szeretnének a sportban, vagy akár sporton kívül is olyan dolgok, olyanhoz jutni, ami a csúcsot jelent az adott szakmában, vagy az ott dolgokban, amivel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy el lehet jutni, és érdemes nap mint nap szenvedni és izzadni azért, hiszen ha az ember megtesz mindent nap mint nap, akkor talán szerencse is könnyebben szegődik mellé, hiszen az is kell, mint mindenhez. A kedvenc gyerekkori képét mutatja Kornél édesanyja, és lapozgatunk az emlékek között, hiszen fontos gyermekkori pillanatok is helyet kaptak ebben a könyvben. Nevelési módszereikre is szívesen emlékeznek vissza. De mi az első pillanattól kezdve önállóságra neveltük. Mindig elmondtuk, hogy a véleményünket elmondjuk, ha nem kéred akkor is, de dönteni neked kell, és hál' Istennek ez végig a hazai pályafutásán, amerikai kintléténél is, abban mindig nyugodtak voltunk, hogy biztos, hogy próbálja a leghelyesebb döntést meghozni. Voltak olyan időszakok, amikor úgy érezte, hogy na, nem biztos, hogy sikerülni fog, mert látta nyilván az ottani elvárásokat, meg voltak nehézségek, körülményeket meg kellett szokni minden. És akkor, ha véletlen úgy éreztük a hangján, hogy kezd el bizonytalanodni, na akkor jöttünk a háttérből mi, hogy de igen, ha már ott vagy, akkor ezt csinálni kell, és ő csinálta is. Kornél is egyetért, hogy minden sikeres gyermek mögött fontos a szülői támogatás. Kezdettől fogva természetesen ott voltak és támogattak, bár amikor ugye gimnáziumban érettségiztem, ez is egyébként szerepel, akkor édesanyám megkérdezte érettségi után, hogy most akkor kisfiam, te most tényleg kosárlabdázni fogsz, és ez lesz a dolgod. A könyvben jól érződik, hogy a szülők nem szerették volna saját akaratukat ráerőltetni a fiúkra, hagyták, hogy menjen az álmai után, amihez persze a tehetség mellé rengeteg kitartás, óriási szerencse és egy hatalmas adag szorgalom kellett. Egyikből sem volt hiány. Ha úgy érezte, hogy nem megy a három pontos dobás, vagy valami nem megy, akkor ez is után ott maradt és rogyásig gyakorolt, és a mai napig is őrzi a kondícióját, tehát nem az a fajta sportoló, vagy volt sportoló, aki pocakot ereszt, aztán elül a kényelembe, hanem ő neki mondhatni születésétől igénye az, hogy karban tartsa a testvét is, minden fizikálisan is. Nem volt könnyű dolga az NBA-ben, Jordan Rodman vagy Kukoc árnyékában. Ő itt már sztár volt, tehát egyik legjobb kosárlabdázó. Amikor kikerült, és ott ő labda, az edzéseken a Jordanék mögött csak labdát hordhatott. Tehát ezt is el kellett fogni, tehát ez is kellett egy pszichés állapot, hogy tudomásul vegye, hogy teljesen más itt van és más ott, és ahhoz is fel kell nőni, hogy ő is a nagyok árnyékában, vagy mellett, vagy elfogadják hasonló tudású partnernek ebben a játékban. A büszke szülők úgy fogalmaznak, hogy amolyan kritikus nézőként figyelték Kornél karrierjét, és fiúk is kritikusan nézte saját magát. Talán ez is a sikertitka. De egy biztos, eltelt 15 év, és Dávid Kornél óta nincs olyan játékos, aki elérte volna az NBA-t.
Ebben a könyvben nagyon sok olyan dolgot is elmondhattam, amit nem mondtam el, vagy egy rövid interjú nem adott rá lehetőséget. A másik az, hogy sokszor ilyen kétes dolgok is megjelentek a pályafutásom során kapcsolatban, hogy hogy és mint kerültem ki, ki segített, milyen porszívú ügynök, vagy nem segített, minek köszönhetem ezeket is azért tisztánba akartam tenni, és a könyv alakja volt ebben a megfelelő. Önéletrajzi művében persze nem csak Jordanről és az NBA akkori időszakáról kaphatunk benfentes információkat. Cornél ugyanis kendőzetlenül mesél arról is, hogy miért volt kénytelen távol maradni többször is a magyar válogatott meccseiről, összetartásairól. Vagy hogy hogyan élte meg, hogy számos ellendrukkere és rossz akarója volt, és hogy miért nem jutott messzebbre az a generáció, amely sokkal többre volt hivatott. Right down the street, right down the street.